Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Köszönjük, hogy újra velünk vannak. Családőrzők című műsorunk kezdődik el ezzel. Itt vannak vendégeink is a stúdióban, akiket szintén sok szeretettel köszöntök. Talán most kezdem az asztal túlsó végéről Papp Csillát, életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm Tornyai Gábor atyát, plébánost, mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. És itt mellettem, jobbról, sok szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt és mozgásterapeutát. Ez csak neked jobbról, a nézőknek balról. Így van. Hamáterapeuta vagyok. Beszélünk majd a különböző diszteszijáról és egyedekről is, jó, és akkor minden rendben lesz. De a mai témánk... Talán azért vannak olyan családok a nézők között is, akiknek feladat éppen ez, a pályaválasztás. És azt mondtam, hogy éppen ez, mert ugye azt mondjuk, hogy amikor egy iskolát befejez a gyerkőc, akkor már készülnie kell arra, hogy milyen lesz a pályája, de nem vagyok ebben biztos, hogy akkor kell ezt elkezdeni. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, aztán majd belemegyünk abba a különlegességbe, amit eldöntöttünk, hogy mindannyian el fogjuk mondani, hogy hogy is választottuk mi azt a pályát, ahol jelenleg vagyunk. De tényleg hol indul ez el egy gyerek életében? Fogantatása pillanat. Szerintem én innen kívülről nézve azt látom, hogy szerintem ez egy izgalmas szülői feladat, hogy ugye a gyerekéből, hogy a szülőnek való az a küldetése és feladata, hogy segítsen a gyerekének kibontakozni, hogy azzá lehessen, ami. És hogy közben úgy segítse, kísérje, támogassa kívülről, hogy amiket ő felfedez a gyerekében, és tényleg ott van, azok ki tudjanak bontakozni. Hogyha valakinek zenéhez van érzék, akkor zene irányba, ha valakinek mondjuk a rajzhoz, akkor rajz, ha valakinek jó a mozgás, a mozgásába. És hogy én azt gondolom, hogy ahogy fejlődik és növekszik a gyerek, és bontakoznak, vagy tudnak kibontakozni belőle ezek a belső értékek, vagy irányultságok, az segíti majd őt abba adott esetben, hogy megfogalmazom valamit, amit ő szeretne. Mert szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy hol dől el, mert én például, és nem akarom rögtön lelőni a poént, de én például tudom magamról, hogy általános iskolában például zoológus szerettem volna lenni. Tehát, hogy mi ez a zoológus? Igen, tehát hogy én akkor nagyon sok mindent, de régészt is szerettem volna lenni, tehát a gyerekkoromban, tehát hogy ezért sok-sok furcsa irányultság volt bennem, de aztán végül eljutottam ide, hogy ez lettem, ami lettem, de hogy azt hiszem, hogy ez egy izgalmas szülői feladat is, hogy mondjuk abba segíteni a gyereket, hogy ő azzá válhasson, vajon jó irányba megye, vagy tehát hogy egy ilyen egyensúlyi játék, de szerintem biztos, hogy erről fogunk majd beszélgetni. Hogy mi az, ami vén neki jó válnia. Akkor csináljuk azt, hogy visszatérünk ide természetesen, mert talán tényleg a saját példánk már segít majd ezt is tisztában látni. Úgy döntöttünk a vendégekkel, hogy elmondjuk önöknek, hogy kerültünk mi arra a pályára, amire kerültünk. Kezdjük Csillával. Igen, veled. Én buktassam, mert mondom először, hogy lettem mentálhigiénés segítő. Ugye először nem ez voltam, ezt akik ismernek nagyon jól tudják, hogy mivel foglalkoztam. Én általános iskolában, hogy csatlakozzam hozzád, ruhatervező, divattervező akartam lenni. De ugye székesfehérváriként nagyon nehéz volt egy budapesti képzőművészeti, vagy egy olyan grafikai művészeti iskolába bekerülni, akkor még a másik rendszerben, mert hogy ugye én 83-ban érettségiztem, tehát hogy akkor még ez nem volt nyitott, nem volt tóparti gimnázium, nem voltak itt művészeti iskolák, és végül is a szüleim úgy döntöttek, hogy nem vállalják be azt, hogy én Budapestre kerüljek 14 évesen és kollégista legyek, és azt sem tudom, hogy bejutottam volna. Az biztos, hogy nagyon jó kézügyességem volt, nagyon jó volt a vizuális kultúrám, már akkor alkottam, az apukám polóit szétszabdaltam, átrajzoltam, tehát hogy látszott, hogy van egy ilyen vénám. És aztán közgazdasági szakközépiskolába mentem, teljesen homlokegyenest, mert hogy az Fehérváron van. Tudom, hogy ez ilyen bután hangzik, de akkor ez így történt. És valójában egyébként most, ha én lennék az én szülőm, és visszamehetnék a múltba, akkor nyilván teljesen másképp csinálnám, de akkor, abban az időben ez volt elfogadott, ez adódott. És én utána visszatértem aztán a ruhaiparba, mert hogy csak nem hagyott a dolog, és tovább hajtott a vágyam, a vérem ez iránt, mert hogy volt egy nagy elhivatásom
erre a szakmára, vagy erre a szakterületre, és aztán beiratkoztam egy női szabó képzésre, amit meg is csináltam, később aztán mestervizsgát tettem, női szabó mester lettem, vagy mondhatnám, hogy mesterszabó, és felvételiztem a Könnyűipari Műszaki Főiskola ruhaipari tanszékére, ahol ruha- és jelmeztervezőként végeztem annó nagyon-nagyon régen. És akkor így tulajdonképpen a legmagasabb szintig eljuttattam magam, amit, de közben férhez mentem, édesanya lettem, gyesen voltam, úgy vizsgáztam, tehát ezért ez egy elég tarka és kalandos folyamat volt. Voltak nagyon szép megbízásaim, színházaknak terveztem jelmezeket, voltak divatbemutatóim Budapesten és Székesfehérváron is. És mégis? És mediátor vagy. És mégis, aztán a mentálhigiéné területére érkeztem, és ez viszont úgy alakult ki, hogy hát tönkrement a házasságom, tehát ez egy kudarcos történet az életemben, ami viszont kirobbantott engem, és hogy most az igazi Csilla beérkezett az életbe, az igazi hivatásába, mert hogy aztán én abból, mert én azt is hivatásként éltem meg, tehát én azt imádtam, de egy idő után már azt éreztem, hogy kiégek, egyre inkább kiégtem, és már nem szerettem csinálni, és a végén már konkrétan szenvedtem. Tehát ennek így lett vége, de ebben benne volt az a fajta dolog is, ami a magánéletemben kicsúcsosodott, az a házasság, vagy az a kudarc, amiből kijöttem. És aztán beláttam azt, hogy egyedül nem tudom én sem ezt a viharos válást, vagy ezt a fajta... Hát nem is tudom, minek mondjam, terápiára lett volna szüksége az egész családomnak egyébként akkor, és hogy nem tudom ezt egyedül rendbetenni, és kerestem terapeutákat, és sajnos nem találtam akkor, hozzáteszem, azóta már biztos, hogy van, vagy csak én nem találtam, nem tudom, de akkor nem találtam olyat, aki megfelelő lett volna. És egyre inkább az élet erre az útra terelt, tehát egyre inkább olyan dolgok találtak meg, és olyan képzések kerültek elém, amik aztán beszippantottak, és azt éreztem, hogy akkor elkezdem én magamat meggyógyítani a tanulásom által. És ahogy a kogníciom, tehát a megértésem és a rálátásom az életem addigi részére kialakult, és úgymond az utolsó kis pázlémat is be tudtam illeszteni, addigra elvégeztem már egy csomó képzést, és hát elkezdtem a mentálhigiénés segítő tevékenységemet, és egyébként azért is, nem csak azért, mert nem találtam jót, hanem azért, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy azoknak, akik olyan helyzetben vannak, amilyenben, vagy nem tudják, nem látják a megoldást, hogy nekik már ne kelljen végigmenni azokon a szörnyűségeken, amin nekem kellett. Azokon a sok-sok negatív tapasztaláson, és most a borzalmas szót nem akarom használni, mert az túl erős lenne, de hogy azért ez nagyon padlóra küldő sztori volt, és... hogy ne kelljen apáknak, anyáknak, lányéknak, fiaiknak ezeken végigmenni, hanem hogy már ott legyen előttük a kész, és ott legyenek olyan szakemberek, mert azóta tudom, hogy nagyon sok, én is nagyon sok jóval végeztem, akik tényleg hivatásszerűen végzik ezt a gyönyörű munkát, ezt a gyönyörű segítő munkát. Tehát, hogy én főként ezért, hogy már ne kelljen ezeken végigmenni, hanem egy kicsit már ott legyen előttük egy kész dizájn, amire rá tudnak fogni. Akkor folytassuk a Zsuzsival. Nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Egy kicsit így, ahogy hallgattalak, és így belevesztem ebbe a történetbe, az jutott eszembe, hogy azért neked is a rendszerváltozás is közrejátszott. Tehát, hogy megváltozott körülöttünk az élet. Tehát valami Abszett. Újat kellett csinálni, valamit teljesen más kondíciók voltak érvényesek a mindennapokra. Tehát, hogy az élet azért adja magát. Hú, honnan is kezdjem? Hát én sportoló voltam. Az álmom az volt, hogy én edző legyek, meg testnevelő tanár. Aztán, mivel elvált szülők gyereke voltam, az anyukámnak 8 általános iskolai végzettsége volt, amire nagyon büszke volt, mert az összes testvérek közül ő volt az első, aki ezt megkapta. Ők 10 voltak testvérek abban a világban, és ő betanított munkásként élte le az életét, neki az volt a fejében, hogy szakmád legyen. És akkor engem ugye fölvettek volna a Vasvárinak, akkor volt ilyen, hogy TF előkészítő szak, oda fölvettek volna tanulni, és akkor azt mondta az anyukám, gimnázium, hát szakmád legyen. Ő akkor eddig látott, ez ma is így van egyébként, hogyha... Osztálytársak lehettünk volna pedig. És miről maradtatok mi... a diák évek, a boldog diák évek. Így van. És hát akkor én így lettem kereskedő. Aztán a kereskedelmi iskolába vár, de már talán kicsit korábban is, ami nagyon izgalmas volt az életemben, hogy abban az időben én még ilyen lelki szemetes ládája voltam a kamaszvilágban a korosztályon belieknek.
De valahogy vagy korán vén voltam, vagy korai érett, vagy nem tudom én mi voltam, de mindig tudtam egy-két jó gondolatot, ötletet mondani nekik, amikkel olyan jó volt kísérni a vállamon nekik magukat, meg aztán tovább tudtak valami kis munícióval lépni. Ez a vonal egyébként nekem is bejött. Ugye később egyszer Gyökösi Bandi bácsihoz fogott kézen egy barátom, és azt mondta, hogy gyere, mert neked itt van a helyed. Uh-huh. És akkor Bandi bácsihoz jártam évekig a lelki gondozói szemináriumra. Aztán, amikor a Szegedi Egyetemre felvételiztem, akkor ugye ott egészségfejlesztő életmód tanácsadó rekreáció szervezésre jelentkeztem. Tehát, hogy azért ez így, ez nekem is ugyanígy benne volt, hogy az egész élettel kell foglalkozni, vagy így az egész személyiséggel kell foglalkozni. De hát a történetem az ott folytatódott, hogy kerestem magamat, és én 30 éves voltam, volt már nem tudom én hány szakmám, nekem is van végzett varrónő végzettség, erről is beszéltünk egyszer. Én azt kényszerűségből csináltam, mert hogy nekem olyan hosszú a karom, kezem, lábam, hogy abban az időben a konfekcióipar számára nem léteztem. Igen. Tehát úgy lehetetlen volt, és aztán én is megtanultam mindent megcsinálni, bélet, kosztümöt vartam magamnak, nem tudom, tehát bármi. Na, de a lényeg az az, hogy férjhez mentem, született 3 tüneményes gyerekem, nagyon édesek, aranyosak, okosak voltak, szépek voltak, jó volt velük az élet, nagyon szerettem folyamatosan, akkor is mindig tanultam, mert mindig izgatott, mi az, amit még nem tudok, amire kíváncsi voltam, azt meg akartam tanulni. És aztán kiderült az általános iskolában a gyerekeimről, hogy hát ők próbatételesebb gyerekek az átlagnál, abban az időben még az, hogy diszlexiás egy gyerek, hát az még nem olyan volt, mint manapság, hogy ez egy közismert szó lenne, vagy egy fogalom, vagy hogy az embereknek a nagy része tudja, miről beszélünk. Akkor még nekem volt olyan tanítónéni, aki azt mondta nekem, 40 éve vagyok a pályának, akit én nem tudok megtanítani, írni, meg olvasni, azt nem lehet. Mondtam, jó. És akkor ez volt az, ami feladta nekem a leckét. Tehát ha meg akartam menteni a gyerekeimet, akkor nekem lépnem kellett. Uh-huh. A nevelési tanácsadóban azt mondták, hogy szülői presszúra hatására a gyerekből a maximum kipréselődött. Ezt én nagyon sokszor elmondom ezt a mondatot, annyira fájt ez nekem, és annyira nagyon szenvedtem tőle, amennyire csak egy anya szenvedhet. De azért mondom el, mert a szülők mindig hibáztatják magukat, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy, és lehet, hogy csupa jó szándékból csinálod. Hát én is jó szándékból nyomorítottam szegény gyerekemet, és aztán utána kérdeztem, hogy jó, hát akkor mit lehet vele csinálni? Hát legfeljebb vigyem át a kisegítőbe. Hát na, ott bedújtották az agyamban a rakétákat, és akkor én ilyen kosformája, úgy nem baj, ha ti nem értetek hozzá, majd én megtanulom. És tényleg elkezdtem keresni, kutatni, és aztán így jutottam el Budapestre egy doktornőhöz, dr. Marton Dévény Éva. Én nagyon nagy tisztelője vagyok Évának, ő volt az, aki a hónom alá nyúlt. Akkor még nekem nem volt diplomám, csak pedagógiai asszisztens végzettségem volt, igaz, akkor 2 évet, 1 év alatt gyorsan kellett elvégezni. Én nem értem rá, mert a gyerekek ott voltak helyzetben, és akkor tudtam már, hogy mit nem tudok, arra pont elég volt, hát mondom, most elmenjek 4-5 évet főiskolást játszani, számolok, hányadikos lesz a gyerekem, ez így nem buli, tehát valami nekem rapidabb történet kell, amivel gyorsabban lehet segíteni, meg hát egyébként is én egy ilyen hirtelen, vagy én nem tudom, én egy ilyen ember vagyok, és akkor megtaláltam Éva nénit, és Éva néni azt mondta, jó, elmentem neki, van 3 gyönyörű gyerekem, ez a helyzet, nekem segítség kell, ránézett vele a szemem, és azt mondta, jó, te jöhet. És éppen akkor indult egy tanfolyam Budapesten, és akkor én elmehettem a mozgásterápiás alaptanfolyamot elvégezni őnála, és emlékszem, borzalmas nehéz volt, mert ott mondták, hogy igen, és amikor a gyereknek a gestalt, és akkor mondom, mellettem, hogy mi az a gestalt? De különösen nem volt róla. Tehát, hogy nem volt pedagógia olyan alapképzettség, ami ezt tudtam volna, és akkor így átevickéltem azon az időszakon, viszont a mozgás az megfogott, tehát az rabul lejtett. És amiért nagyon hálás vagyok Búrján Katalinnak, nagyon-nagyon közismert név a városban, logopédus, fejlesztő pedagógus, és még mit tudom én, hány diplomája van, annak idején ők hozták létre a diszlexiás osztályokat a Kossuth Általános Iskolába. Ő volt az, aki azt mondta nekem, na Zsuzsi, neked a mozgás, te arra fele menjél. Mm-hmm. És a mai napig tartjuk a kapcsolatot, nagyon-nagyon szeretem őt, és nagyon hálás vagyok neki, mert csak az életemet változtatta meg. Kettőtök életéből, amit le tudok egyelőre vonni, az az, hogy a szülő ne essen kétségbe, hogyha egy 14 éves vagy egy 18-20 éves gyereknél nem tudja eldönteni, hogy merre menjen tovább, hiszen itt a példa, hogy az élet még mi mindent hozhatsz. Hogy alakult nálad ez, Gábor atya? Hát én nálam úgy alakult, hogy én nem akartam pap lenni. Én nagyon nem szerettem volna, nem készültem arra, hogy én pap leszek. Nekem ugye az előbb is, hogy említettem, nagyon sokféle tervem volt magammal, az zoológustól a régészen keresztül mindenféle dolgot szerettem volna csinálni. Így nagyon aktív gyerek voltam,
mindenféle szakkörökre jártam, ez így meghatározta az életemet, és nagyon szerettem a természetet. És hát annak idején az én felvételimet is ezt határozta meg, mert a akkori Vártus Károly mezőgazdasági szakmunkás és szakközépiskola, vagy képző, vagy nem tudom, mi volt a régi neve, oda felvételiztem biológia szakcsoportra, ami után 2. állategészségügyi állattenyésztő technikusi szak volt. Nekem a biológia szakcsoport volt a fókusz, majd fújt, majd a biológiával jobban foglalkozunk, és aztán rá kellett jönnöm, hogy itt vagy agronómus, vagy állatorvos, nagyjából ez az az irány, ami az én irányom, és aztán hamar rájöttem arra is, hogy hát ez nem az én irányom. És akkor már elsőben azt gondoltam, hogy akkor én biosztesi szakos tanár leszek. Aztán rájöttem, hogy a tesi se az én irányom, az nem az én erősségem. És akkor szépen lassan elindult egy ilyen folyamat bennem. Volt egy keresés abba az irányba is, hogy én nem, alapvetően nem vallásos családban nőttem föl, a szüleim inkább engedték, hogy én templomba járjak, mert a gyerek ott rosszat nem tanulhat. Ott volt az én baráti közösségem, de mi otthon nem gyakoroltuk így a hitet. Tehát ők nyugodtak voltak abban, hogy jó helyen vagyok, jó dolgok történnek ott velem, és tényleg egy nagyon-nagyon jó kis közösség alakult ki, és ezért indult egy olyan vonal bennem, hogy esetleg szerzetes. Akkor, hogy ilyen tanító rendbe mennék, és akkor anyukám azt tudom, hogy egy fél mozdulattal így lekeverte a témát. Szerintem, ahogy így nagy másértek, mondom, kisfiam, lesz családod, ettől még eljársz templomban, nem kell neked szerzetesnek lenni. És végülis úgy alakult az én pályaválasztásom, hogy én közben kapcsolatba kerültem fogyatékos gyerekekkel, Söréden a táborban, plébánián nagyon-nagyon régóta táboroztatnak fogyatékkal élő fiatalokat, és akkor én ott találkoztam ezzel az irányjal, illetve közben kapcsolatban kerültem hallássérült fiatalokkal is, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor gyógypedagógus leszek. Úgyhogy én érettségi után a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskola, azt hiszem ez a teljes neve, oda felvételiztem, és gyakorlatilag 2 ponton múlott, hogy én nem sikerült oda a felvételim. És aztán mégis azon a nyáron dőlt el bennem, voltam egy lelki gyakorlaton, és dőlt el bennem az, hogy akkor én pap leszek. És ez egy nagyon érdekes élmény volt számomra, mert hogy én nagyon tiltakoztam ez ellen, hogy én pap legyek. Én ezt nem tudtam magamról elképzelni, mert leginkább a magánytól féltem, hogy fogok én ott majd ebben az életállapotban egyedül élni, milyen lesz ez majd. És azon a lelki gyakorlaton egyszer csak elmúlt belőlem ez a félelem, hogy akkor hogy ez majd ez egy út. És a legnagyobb meglepetés számomra az volt, hogy a szüleim fogadták ezt a döntésemet. Ugye apukám nagyon viccesen fogadta, mert azt mondta, hogy főnöknek túl jó szívű vagy, melósnak túl kétbalkezes papnak pont jó leszel. Úgyhogy... Édes. Apukám egyébként szakmunkás. Legalább áldását ott. Igen, ugye Köfénben dolgozott ilyen, de abszolút ilyen mindenes emberként, nagyon-nagyon praktikus, jó kézű ügyességű ember volt. Anyukám is igazából azt tudom mondani, hogy nagyon meglepetés volt, hogy ahogy ő is lereagált, hogy kisfiam elég nagy vagy ahhoz, hogy eldöntsd, mit akarsz, akkor legyen ez. De azért utólag beszélgettünk, és azért így kiderült, hogy azért volt egy-két átsírt éjszakája mondjuk, mert azért egy szülő nem ezt álmodja meg a gyerekéről. És aztán mondta, hogy amikor úgy igazán látta azt, hogy én itt jól érzem magam, látott engem a többi kispappal, akkor nyugodott igazán meg. És most ahogy beszélgettünk meg, ahogy időnként látom, hogy azért nem is tudna elképzelni, hogy én most mást csinálnék, mint ahogy igazából én se. Tehát, hogy volt azért a szeminárium is egy folyamat bennem, ahogy ez így érlelődött, hogy a pap szeretnékből pap akarok lenni, ott nagyjából egy 3-4 év után mondódott ez így ki, de hogy igazából azóta helyemen vagyok, és gyakorlatilag így a papságomban próbálom fejleszteni magam, úgyhogy én is így vagyok mentálhigiénés szakember, meg lelkigondozói képzést végzek, meg pszichodrámával valamilyen minimál szinten foglalkozom, tehát hogy alapvetően ez a papságomhoz kapcsolódó segítő attitűd, hogy ilyen szép magyar szóval fejezem ki magam, ez is így hozzá kapcsolódik. De hogy nekem ilyen formában, tehát volt ez a gyerekkori mindenfélét szeretnék, és aztán utána szépen ez így kibontakozott, és igazából, ha úgy azt mondom, akkor a szüleim azok nem állítottak úgy nagyon irányba, és akkor egyengedték, hanem mégis elfogadták azt, hogy ez így megfogalmazódott bennem. A veled kapcsolatban az jutott eszembe, hogy amit általános iskolában mondtál, hogy zoológus, vagy talán régész volt a másik, igen. Hogy a csend és a béke
Tehát, hogy ez a munka, és végül is, ahol most vagy. Igen, de sokkal viccesebb egyébként a plébános atya volt a Pruhászka templom a gardatya, és akkor mondta, hogy ez is pásztor, meg az is pásztor. Igazából végül is nagy különbség nincsen. Úgyhogy, csak az egyik lelki pásztor. Igen. Nos, akkor röviden, gyorsan megpróbálom én is elmondani, hiszen lassan majd elmegy az adásidőnk, és majd a következő műsorban tudjuk ezt jobban kibeszélni, ezt a dolgot. Nálam nagyon kacifántos volt a történet, ugyanis én 8. korom még nem akartam menni semmi különösebb, én sportoltam ezerrel, az lekötött. Szüleim könyvelők voltak, hogy könyvelőnek szántak. Na, ezt tudtam, hogy ez nem akarok lenni, soha nem felejtem el, térden állva zokogtam édesapám ágyánál, hogy ne rakjon a közgazdaságiba, mert én azt nem akarom. Az a biztos, hogy nem akarom. Hát addig-addig sírtam neki, míg aztán azt mondta, hogy jó, hát különben is matekból, ahol állunk jobban, nem is erőködünk ezzel a szakkal. Akkor azt mondták, hogy na jó, akkor elmész óvónőjébe, úgyis közel van az óvónő képző az állomáshoz, ugye Agádról jártam be, elmész óvónőjébe. Drága Otília néni, mostanáig köszönöm neki, hogy ezt áthúzta. A felvételén rögtön mondta, hogy nem kéne ezzel a hanggal ezzel próbálkozni az óvónőivel. Azt hiszem, hogy 2 napot csináltam végig a felvételén, de mivel sportoltam, mondták, hogy jó, ha már itt vagyok, akkor nézzük meg a testnevelés tagozatot. Ott is megcsináltam 2 nap felvételét, az sem sikerült igazából, és igazából nem tudtam, hogy én akarok erre menni. Tehát egyik sem volt, hogy olyan, hogy én akarnám ezt csinálni, nem fogalmazódott meg. Szüleim rakocsáltak jobbra-balra, aztán miután már 4 napot felvételiztem abba az iskolába, megsajnált az akkori igazgató, és azt mondta, hogy a általános gimnáziumban, ahogy mi hívtuk, sima gimnáziumban ad helyet, akkor ott kezdjek el tanulni, majd fölfutott a sportpályám a következő évre, úgyhogy 2. testnevelés tagozatra jártam a Vasvári Pál gimnáziumba, kozmetikus szerettem volna lenni, na de evezősként elvittek egy kozmetikushoz, hogy vállalja-e a tanításomat, meglátta a tenyeremet, mondta, hogy nem kéne felszántani a vendégek arcát ezzel a tenyére. Úgyhogy a dolog lényege az volt, hogy az sem ment úgy igazából, de még mindig a sport volt, ami meghatározta az életemet, és ugye annak idején volt sportállás. Én az eredményeim alapján fél sportállást érdemeltem, és választhattam, hogy a Zagádon lévő akkori mezőgazdasági kombinátba elmegyek a számítógépek mellé, a számítástechnikára, vagy elmegyek műszaki rajzolónak. Mivel tudtam, hogy rajzolni nem tudok, a számítástechnikáról semmit nem tudtam, hát azt választottam, és aztán ott is maradtam, amíg nem született meg az első gyermekem, aztán Gyesről vissza mentem újra a számítástechnikába dolgozni, de az a szoba, vagy iroda, ahol dolgoztam, tévéstúdióvá alakult, és ott föltette nekem az akkori vezető ott a kérdést, hogy maradsz itt velünk, vagy mész a számítástechnikusokhoz tovább. És akkor soha nem akartam bemondó lenni, soha nem terveztem, hogy én ezzel foglalkozom. Akkor jött egy ilyen, hogy a külsőm is éppen nagyon átalakult, és úgy nem tudom, mekkorát fordult az életem, olyannyira, hogy én mindig szégyellős és zavarban lévő lányzó voltam, olyannyira, hogy találkoztam egy gimnazista osztálytársammal valahol, és kérdezte, hogy ugye nem te vagy az a Sasvári Csilla, akit a rádióban hallunk állandóan, mert hogy felelni se tudtam, és mégis ott volt egy fordulópont, ami onnan, ki tudja, honnan jött, és aztán így keveredtem én erre a pályára, és innentől kezdve már úgy az élet vitt magával. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy én azt, hogy milyen pályán vagyok, soha nem irányítottam. Engem úgy sodort az élet valahogy, és így jutottam ide, és hát talán a szüleim aztán a végül már nem bánták. Ott időnként féltek, hogy elveszek valahol a rendszerbe. Engem is készítettek edzőnek, el is végeztem egy edzőit, mondtam, hogy én gyerekekkel nem. Tehát mindig csak azt tudtam, hogy mit nem akarok. De sajnos nem, és nagyon, nagyon nehéz volt. És hát tudom, hogy a szüleim is küzdöttek, mert az ő elképzelésük megvolt. Ők szerettek volna valamit, és elég nehezen dolgozták fel, hogy én arra nem megyek. És nagyon idegesen figyelték, hogy merre megyek, hogy mi lesz ebből. Nehéz dolog, de akárhogy is nézzük, tényleg mindannyiunk pályáját nézve, de azt tudom mondani, hogy amennyire félünk mi szülők attól, hogy merre indítsuk a gyereket, hogy indítsuk-e, hogy nekünk kell-e indítani egyáltalán ezt a gyereket, vagy merre kell terelgetni, annyira nem kell félni, mert többféle variáció lehet, ugye? Tehát most vagy elvégez egy főiskolát, ott jól érzi magát, de nem lesz belőle az, amiről a diplomája szól.
vagy arra is megy tovább, és sokféle más variáció lehet. Én látom, hogy kész vagytok rá, és azt hiszem, hogy ez a műsor most a következő műsor előkészítése volt. Nagyon bízom benne, hogy felkeltettük a nézők érdeklődését is, hiszen a pályaválasztás lesz a témán, ki fogjuk elemezni a következő műsorban, hogy is működik ez valójában, ha jól működik, vagy ha rosszul működik egy-egy családban, úgyhogy tartsanak velünk egy hét múlva is. Nagyon szépen köszönöm, hogy kitettétek asztalra az életeteket. Köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Tornyai Gábornak, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!